Egy igazi unikumot, egy ritkaságot, egy különlegességet szeretnék most önöknek bemutatni, amit akár sírokra, akár sziklakertbe, akár pedig egy nagy dézsába, edénybe, a teraszra, az erkére is tehetnek. Ez a ginkgo bilobának egy változata, egy fajtája, és amikor azt mondom ginkgo biloba, ugye mindenki rögtön az óriási 15-20-25 méteres magasságba felnövő, az ég felé törő ginkgo bilobára, tehát az alapfajra gondol. Ez azonban a Mariken fajtája, amit itt most így kiveszek. Nagyon szépen begyökeresedett növényről van szó. Ugye egy ilyen kis fajta, ami folyamatosan gömbformában növekszik. Egy lassú növekedésű, tehát még ugye az alapfajnál is ugye lassabb növekedés, ugye itt látjuk ugye az oltás helyét, ez egy ilyen kis fácska. És hát igazából egy igazi ritkaság, egy igazi különlegesség, hogyha ide most leteszem a föld, és kicsit így megütögetem így ezt a konténert, akkor nagyon szépen látszik, hogy kijön a begyökeresedett növény, tehát ez már egy begyökeresedett kis fácska. És hát gyakorlatilag át lehet ültetni egy díszesebb kaspóba, vagy pedig dézsába, és hát hogyha így mellé állok, ugye akkor lehet látni, hogy egy kicsit is forgatom, és belelátunk így a nagyon szép koronájába, hogy mennyire is érdekes, izgalmas, picikét olyan, mint hogyha otthon egy ilyen kis mini Jurassic Parkot alkotnánk vele, hiszen ugye ez egy nagyon ősi növény, ugye, és hát látjuk ugye ilyenkor, amikor még most ilyen október közepe van, és hát még nagyon szép zöldek a levelei, de ennek is csodálatos aranysárgára fognak majd színeződni, ahogy megyünk tovább szépen az őszben. Tehát igazából a ginkgo biloba Mariken fajtáját tartom a kezembe, és mindenkinek, aki szeretne egy igénytelen, teljes mértékben fagytűrő, tehát magyarországi klímát tökéletesen tűrő, sőt, mi több kedvelő növényt ültetni, annak bátran ajánlom, hogy érdemes megpróbálni a ginkgo biloba Marikent.